többek között egy baromi jó társaságban vagyok, elképesztő, jó a hangulat, jó a tónus, úgyhogy én úgy érzem, hogy a világ bármely pontján, ha lennék, akár Hawaii, akár ott a cégemben dolgoznék, nem tudnék most jobb helyen lenni, mint itt Szilvásváradon ezen a tréningen. Nagyon jó azt megtapasztalni, hogy igenis lehet hibázni, igenis nagyon sokan vannak ugyanabban a cipőben, mint én, és hogy egész egyszerűen csinálni kell, nincs kifogás. Mi is azért érkeztünk, hogy ezt valahol viszont lássuk a vállalkozásunkban. Itt most mindent nagyon jól meg fogunk tanulni. Elkészítjük a házi feladatokat, koncentrálunk, kijegyzetelünk, otthon még egyszer előveszünk, vagy még kétszer, és nyilván ezt a vállalkozásban be kell építeni. Olyan szintű információkat kapok, ahol én rólam szól minden. Tehát ahol én vagyok a központban, és nekem. Tehát kaptunk olyan sarokpontokat, úgy mondom, aminek a mentén, vagy útmutatást, aminek a mentén el tudunk indulni, és ez nagyon nagy segítség. Nagyon jó dolog egy olyan csapatban lenni, akik tényleg hasonlóan gondolkoznak, és azt nézik, hogy hova lehet fejlődni, hogy hova lehet előrébb jutni. Olyan energiával tolja át, hogy ide be is jusson a gondolat, és a csapat pedig nagyon inspiráló. Itt mindenki tényleg úgy áll a másikhoz hozzá, hogy segíteni akar, bármilyen kérdés van, bármi fölvetődik, bármilyen kételyed vagy megbillenésed van, rögtön ott vannak és segítenek abban, hogy helyére kerüljön az a gondolat, és egy irányba mutasson, hogy igen, te, mint vállalkozó, tudj előrébb lépni, és tudj fejlődni. A cégemen tudok dolgozni, nem a cégemben vagyok, és ez a legfontosabb, tehát így lehet a legjobban fejleszteni a vállalkozást. A stratégiákon dolgozok, tanulok rengeteget, és azt majd implementálom a cégbe. És építem az önjáró vállalkozásomat. Látom a rendszereket, ahol azt viszont sehol máshol nem látnám, az tényleg csak itt van. Tehát amikor nekem beszélgetek, voltam külföldön is tizenakárhány év, hogy igen, meg rendszerek. Én azt hittem, hogy rendszerekben gondolkodom, amíg építek, közben kiderült, hogy az semmi, tehát nem az. Hanem egyedül, amiben szerintem egyedülálló, amit csináltok, hogy a rendszereket itt mutatjátok meg az embereknek, hogy egyáltalán mi az, hogy rendszer. Mert én azt hittem, hogy azt csinálom, nem azt csináltam. Minden olyan magyar vállalkozónak javasolnám, aki fejlődni szeretne, csapatot szeretne építeni, és végül önjáróvá tenni a vállalkozást, hiszen szerintem ezek sokak álma. Sokszor, ha eljövök egy ilyen eseményre, és mondjuk már voltam, annak ellenére mindig új ötleteket kapok, és
valahogy bejön egy ilyen inspiráció, úgy beindulnak az agytekervényem, és elkezdek nagyon dolgozni ezen, amit otthon nem tudok megtenni. Én olyan embertől szeretek tanulni, aki megjárta ugyanazt az utat, amit én megjártam, vagy megjárok, és előttem jár, és hitelesen tudja közvetíteni a tudást. Fogjuk fel úgy, mint a foci meccsem, akármi is van kiírva az eredményjelzőre, akárhogyan is állsz. Most ide jöttél erre a 3,5 napra, ez a 15 perces feltöltődés, oké? Okay? Egy mentális fókusz beállítást fogunk tenni, stratégiákat fogsz kapni, energiát, közösséget, útmutatást, egy teljes tervre az fog a kezedbe kerülni, és akkor amikor innen elindulsz hazafelé, akkor fogsz kifutni a második fél időre a pályára. És tudod, hogy bármilyen eredményt el tudsz érni, így van? De ahhoz most én felkészítelek, hogy győztesen tud befejezni a másik fél időt.